2018-ban nagyon fontos lépés volt a mi magyarországi cégünk életében, hogy el tudtunk kezdeni két olyan fejlesztést is, ami igazából meghatározza a létünket, mert eddig CPI Hungary az vásárolt ingatlanokat újított föl, és azt adtuk ki a bérlőnek. Most idén el tudtunk kezdeni nulláról két épületet. Az egyik az az Airport City logisztikai parkunkban egy új épület, az áprilisra lesz ki, és a másik pedig a Balance Hall iroda épületünk, az pedig jövő szeptemberébe kerül átadásra. Én nagyon örülök, hogy most már fejlesztésben is ott vagyunk. Vannak további terveink, nyilván az egyik megaprojektünk az a Campona bevásárlóközpontnak a teljes körű felújítása. Ez egy hosszabb távú projekt, most jelen pillanatban az előkészítése folyik, tehát az biztos, hogy meg fogja határozni a jövő évet és az utána lévőt is, tehát ott egy 2022-es végső átadással számolunk, de addig is az, hogy a portfóliunkat, illetve annak üzemeltetését egy magasabb szintre emeljük, illetve ezeket a fejlesztéseket be tudjuk fejezni és időben átadni a bérlőknek, nyilván ez egy fontos szempont. Valószínű, hogy le fogunk lassulni, nem lesz az a sprint, ami most itt az elmúlt pár évben érzékeltünk a konjunktúra növekedéssel kapcsolatban, de talán az rajzolódik ki, hogy nem is lesz egy olyan visszaesés, vagy nem fogunk egy olyan tetszhalott állapotba kerülni, amit az előző ciklusban tapasztalható volt, és én ennek már eleve örülök.